Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió 2023. évi első híradóját látják. Csobán Katics Bernadett vagyok, főbb témáink néhány mondatban. 300-an köszöntötték együtt az új évet a Babits Mihály Kulturális Központban. Eseménydús januárra készülnek az intézményben. Tűzesetek szilveszterkor, a tűzi játékok okoztak bajt Tolna megyében. Sporttal búcsúztatták az óévet, már hagyomány Bonyhádon a december végig közös futás. Járókelőket kérdeztünk 2023-ról, a legtöbben egészségre és békére vágynak. Közel 300-an köszöntötték az új évet a Babits Mihály Kulturális Központ báján. A művelődési házban egyébként januárban számos esemény zajlik majd, köztük a Magyar Kultúra Hete is. Az idei évben két jubileumi évfordulóról is megemlékeznek, több rendezvény segítségével, Petőfi születésének és a himnusz létrejöttének is 200. évfordulóját ünnepeljük idén. Az elmúlt két esztendőben nem bontottak pezsgőt szilveszterkor a Babits Kulturális Központban, ám az idei szilveszteri bár megmutatta, visszatért az élet a házba. Rendkívül nagy volt az igény, ez közös ünneplésre, mondta Berlinger Attila igazgató. Nem csak a szilveszteri bál esetében, hanem az évvégi decemberi események, akár ha visszaemlékezünk röviden az adventre is, bebizonyította, hogy visszatért a látogató közönség. Ez egy egyéves kemény munka volt a Covid járvány után. Nagyon nehezen indult, döcögősen indult, félházzal működött sok műsor, most viszont tényleg az a kellemes időszak következett el, hogy inkább jegyszűkében vagyunk, és bármilyen színházi, kulturális est, koncert, illetve egy ilyen bál rendezésére adjuk a fejünket, azt gondolom most folyamatos teltházzal tudunk működni. Bár január 12-éig zárva van a ház, az ezt következő időszakban számos programot bonyolítanak majd. Egy héten át zajlik a Magyar Kultúra Hete program kínálata, és elindul két az évet átölelő jubileumi sorozat Petőfi születésének és a himnusz létrejöttének 200. évfordulója alkalmával. Ez egy állami program keretében nagyon sok országos programmal színesedik, és mi is úgy gondolom, hogy méltó elemeit fogjuk ennek majd ezen az egész héten megeleveníteni, és hát a Petőfi emlékév az majd folytatódik, annak még nagyon sok kulturális része lesz ebben az évben is. A január a színházi évad indulását is jelenti, két darab is bemutatkozik a bérleti sorozatokban, míg a hónap végén a Budapest Jazz Orchestra újévi koncertje teszi teljessé a januári kínálatot. Baleset történt szombat hajnalban Szekszárdon. Egy fiatal férfi túl gyorsan ment autójával a Béri Balog Ádám utca irányából a Damjanics utca irányába. Elvesztette uralmát a gépjármű felett és kisodródott. A jobboldali autóbuszöböl patkájának ütközött, majd a várót is kidöntötte. A balesetben csak anyagi kár keletkezett. Az is kiderült, hogy a 24 éves helyi fiatal ittasan ült a volán mögé, ráadásul eltiltás hatálya alatt áll. A férfit további mintavételre előállították, és ellene büntető feljelentést tettek. Péntektől vasárnapig 464 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság hétfőn. A statisztika szerint pénteken 227, szombaton 147, vasárnap 74 jogellenesen az ország területén tartózkodó külföldit tartóztattak fel, és kísértek át az ideiglenes biztonsági határzáron az egyenruhások. Az ország belsejében 16 határsértőt fogtak el, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Az elmúlt héten az ország területén 1285 határsértőt kaptak el. Embercsempészés miatt 21 gyanúsított ellen indult eljárás, derül ki a rendőrségi összesítésből. A Magyar Posta ZRT az önkormányzatokkal kötött megállapodások alapján 32 településen 45 posta szüneteltetését oldja fel. Az érintett postahelyek január 2-án újra nyithattak, közölte a társaság hétfőn. A szolgáltató közölte, a jogszabályi kötelezettségként előírt mintegy 1600 helyett országszerte 2233 posta áll az ügyfelek rendelkezésére.
A társaság még október végén jelentette be, hogy ideiglenesen szünetelteti 210 településen 366 postahivatal működését a háború és a szankciók okozta válság az energiaárak radikális megemelkedése miatt. A hétfői közleményben kiemelték, hogy a cég új vezetősége az elmúlt másfél hónapban utóbbiról intenzív és konstruktív egyeztetéseket folytatott, ahol a települések vállalták, hogy az adott posták üzemelésére vonatkozó szolgáltatásért előre meghatározott díjat fizetnek, ott megállapodás született a további működésről. 37 olyan tűzeset történt Magyarországon szilveszter éjjelén, amit a tűzijáték okozott. Szekszárdon és Bonyhádon is vonultak ilyen esethez a lánglovagok. Köves Péter, a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője arra hívja fel a figyelmet, hogy a megmaradt rakétákat vasárnapig kell visszavinni az árusoknak. Ezek birtoklása hétfőtől szabálysértésnek minősül, és akár 150 ezer forintos bírsággal is járhat. Kályhából kipattanó szikra, elektromos tűz és balesetek. A két ünnep között sem unatkoztak a katasztrófavédelem munkatársai, de szilveszterkor is sok munkát adtak a lánglovagoknak az ünneplők. 31-én Pakson Cseresznyi és Pusztánál egy lakatlan tanya gyulladt ki, itt berendezési tárgyak égtek, a paksi hivatásra tűzoltók vonultak a helyszínről, két vízsugár, valamint kézszerszámok segítségével oltották el a keletkezett tüzet. De Szekszárdon és Bonyhádon is vonultak a tűzoltók. A völgységi városban egy 20 négyzetméteres tújasor, míg a tolnai megyeszékhelyen egy családi ház kertjében lévő dísznövény gyulladt meg a szilveszteri tűzijátéktól. A szóvivő kiemelte, a megmaradt rakétákat nem szabad otthon tárolni. Ezeket a tűzijátékokat, az el nem használt, el nem működtetett tűzijátékokat viszont igyekezzünk visszavinni gyakorlatilag a megvásárlás helyére. Ezeket ne az otthonunkba tároljuk, valamint, hogyha ezek sérülnek, nedvességet kapnak onnantól kezdve, megint csak nem elhasználhatók, tehát itt is igyekezzünk ezektől a lehetőség szerint megszabadulni ennek rendje és módja szerint. Ezek birtoklása ugyanis szabálysértésnek minősül, és akár 150 ezer forintos bírsággal is járhat. Magyarország területén összesen 37 olyan esethez vonultak szilveszter éjjelén a tűzoltók, amit a tűzijáték okozott. A kormány mindent meg fog tenni a magyar gazdaság és a vállalkozások védelméért, jelentette ki Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter hétfőn. Hozzátette, a háború és a szankciók teljes egészében felforgatták a gazdaságot, veszélyeztetik az elért eredményeket. A szankciók az egekbe lökték az energiaárakat, a beszerzési árakat és az inflációt is, mely soha nem látott kihívás elé állított minden gazdasági szereplőt. A kormány gazdaságvédelmi intézkedéseinek köszönhetően sikerült megvédeni a növekedést. A magyar gazdaság 2022-ben 5% közelében növekedhet, 2023-ban is az a cél, hogy a családok és a teljes foglalkoztatás megvédésével egyidejűleg elkerülje az ország a recessziót, és a nehéz helyzet ellenére is folytatódjon a növekedés, tette hozzá. Az alapokat már leraktuk, több mint 2000 milliárdos védvonalat hoztunk létre a vállalkozások megvédése érdekében, olcsó, államilag támogatott hitelekkel, célzott támogatásokkal, a kamatstop kiterjesztésével. Itt azonban nem állunk meg, fenntartható és 21. századi gazdaságot kell létrehoznunk, amelynek alapja egy új iparpolitika. Hatékonyá és fenntarthatóvá kell alakítani a vállalkozások működését, csökkentve az energiafüggőségüket, különösen a hazai tőke megerősítésével. Tolna megye több településén sportrendezvényekkel búcsúztatták el 2022-t. Bonyhádon például 8. alkalommal szerveztek közös futást a helyiek, amin a tavaszias időjárásnak köszönhetően sokan vettek részt. Alapos közös bemelegítés előzte meg a 2022-es év utolsó sporteseményét Bonyhádon. A városban régi hagyománya van annak, hogy az óévet malackerkető futással búcsúztatják, ami során a szerencsehozó állatoknak öltözött fiatal atléták is pályára lépnek, és együtt kocognak a többiekkel. Én már meg se tudnám mondani, hogy hányadik szilveszteri futásom, amióta szerintem a város megrendezén itt vagyok. Amúgy is rendszeresen futok, úgyhogy összekötöttem a kettőt. Nagy szívvel jöttem idén is. Voltak, akik babakocsival, mások a gyerekeikkel futották le a távot. Elindultál!
Elsőként a kicsik rajtoltak el, majd őket követték a felnőttek. A szervezők összesen két futammal készültek. Egy körös futás lesz, ami 400 méter a gyerekeknek, illetve az időseknek, aki ezt választja, és utána a városban lesz egy kör, ami úgymond 2023 méter az idei évben is. És a lényeg az, hogy kicsit együtt legyünk, egy kicsit mozogjunk, együtt zárjuk az évet, és jól induljon majd az új év sportosan. A futás mellett a legkisebbek az atlétikával is ismerkedhettek. Nekik ugyanis kifejezetten erre a célra beszerzett eszközökkel tartottak bemutatókat a szervezők. Bonyhádon az önkormányzat évek óta támogatja az új évet mozgással lezáró rendezvényt. Az év utolsó napja sportosan mindenki, aki úgy gondolja, hogy sportosan végzi, az megteheti ebben a körben. Bízunk benne, hogy sokunknak szerencse is lesz, ilyenkor tombóval és virslivel sok mindennel készülünk a bonyhádiaknak. Remélem, hogy mindenki jól fogja magát érezni. A 2022-es évet lezáró malackergető futáson ezúttal mintegy 150-en vettek részt. Szomorú, hogy miközben Magyarország történelme legnagyobb humanitárius programjával segíti az ukrajnai menekülteket, addig a háborúban álló ország elnöke aláírta a nemzeti kisebbségekről szóló új törvényt. Ezt Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár Bonyhád és Dombóvár térségének országgyűlési képviselője nyilatkozta stábunknak. Az új passzus lényegében megtiltja mások mellett Kárpátalján a magyar nyelv használatát a hivatalos ügyek intézésekor. Potápi Árpád János szerint ezzel tovább csorbulnak az ottani magyarok jogai. Sajnos ez Zelenszkij elnök úgy írta alá, hogy sem az Európai Bizottság, sem pedig a Velencei Bizottságnak az ajánlásait nem tartotta be. Magyarország mindent megtesz annak érdekében, hogy a menekülteket fogadja, illetve ellássa. Belső Ukrajnát, Kárpátalját is támogatjuk, viszont ezekben a kérdésekben nem tudunk hátrébb lépni. Január 2-a az úgynevezett introvertált emberek világnapja. Ők azok, akik kevésbé szeretnek másokkal kommunikálni, inkább befelé fordulóak. A viselkedésükre jellemző a félénkség és nagy társaságok kerülése. De ez vajon átok vagy áldás? Sok művész, kiemelkedő tudós ugyanis introvertáltnak számít, de a bűnözők között is bőven találunk ilyen személyiségtípusokat. Az introvertáltak világnapja arra hívja fel a figyelmet, hogy hallgassuk meg azokat az embereket is, akik csendesebbek és befelé fordulóak, ezért a világ hajlamos kevésbé adni a véleményükre. A témáról hamarosan szakértők megszólaltatásával hosszabb riporttal jelentkezünk. Békét, egészséget és az élelmiszerárak csökkenését várják a legtöbben a 2023-as évtől, de mindenképpen abban reménykednek, hogy jobb lesz, mint a 2022-es. A Tolnai megyeszékhely járókelőit kérdeztük meg ez évi terveikről, vágyaikról. Új év, új remények. Többen így vannak ezzel. Megkérdeztük a szekszárdi járókelőket, mire vágynak és mit várnak a 2023-as évtől. Remélem, hogy jobb lesz, mint a tavalyi év, véget ér a háború, és hát remélem, hogy egy számjegyű lesz már az infláció, és nem két számjegyű, mert most már a 20% körül vergődünk, sőt, hát a fölött, úgyhogy bízom benne, hogy a jövő év azért valami változást fog hozni. Nyugalmat, aktivitást, de közben mozgalmasságot, mert nagyon-nagyon sok tervünk van. A megkérdezettek többsége szerint a legfontosabb, amit hozhat ez az év, az egészség. Maradjon mindenki egészséges a családomban, ez a legfontosabb. Többit majd megoldjuk. Jó egészséget, sok boldogságot, szeretetet, mindent. Egészséget mindenképpen, és hogy ezzel a háború miatt az árak valahogy, ha visszamennének, mert ez szerintem előbb-utóbb mindenkit tönkretesz. Tehát így a vállalkozásokat, a boltokat, mindent. Azt szoktuk mondani, hogy rosszabb ne legyen, mint az előző év volt. Azzal már elégedettek lennénk. Hát, hogyha meg ilyen napi aktualitást mondanék, ez a béke. Legyen béke, legyen egészség, közhely, de sajnos ez nagyon igaz. Hát a többit azt meg majd valahogy kibírjuk. Akadt olyan is, akinek konkrét vágya van 2023-ra. Hogy a papa gyógyuljon meg. Bízzunk tehát abban, hogy idén a legtöbb ember vágya teljesülhet. Regionális híreink következnek. Felhajtották a sorompót, határellenőrzés nélkül utazhatunk Horvátországba.
Örökbeadhatjuk a földlabdás fenyőket Pécsett, a városi csemetekertben nevelik tovább a fákat. Ismét Pécsett koncertezett a 100 tagú cigányzenekar, 2 felvonásos koncert a Kodály Központban. Történelmi pillanatnak lehettek tanúi január 1-én délben udvaron azok, akik együtt ünnepelték a határnyitást. A Horvátország és Magyarország közötti fizikai akadály megszűnése lehetővé teszi a gördülékenyebb áruforgalmat, a turisták utazását, elősegíti a települések közötti együttműködést. Horvátország Schengeni övezetbe belépésével a horvát-magyar határon 15, a horvát-szlovén határon pedig 58 átkelő helyen szűnt meg az ellenőrzés. Horvátország 20. országként csatlakozott az euróövezethez, valamint a Schengeni övezet teljes jogú tagjává vált január 1-ével. Új évnapján délben az udvari közúti határátkelőn szervezett ünnepséget a Horvát Köztársaság pécsi főkonzulátusa. Drago horvát főkonzul szerint Horvátország a csatlakozással jelentős előrelépést tett az európai közösségbe való integrációjában. Őri László, a Baranya megyei közgyűlés elnöke beszédében ünnepnapnak és mérföldkőnek nevezte 2023. január 1-ét, és hangsúlyozta, Baranya megye gazdasági lemaradásának egyik oka az volt, hogy az ország leginkább zárt megyei közé tartozott. Ez az elszigeteltség azonban a határnyitással oldódik. Szükség van a következő időszakban arra, hogy több helyen átjárhatóak legyenek ezek a határok, hogy intenzívebbek legyenek a gazdasági kapcsolatok Magyarország, Baranya, illetve Horvátország között is. Én nagyon bízom benne, hogy a következő időszakban lesz elég erőnk és bölcsességünk. Ezt is kívántam az új év első napján itt udvaron, a határátkelő helyen, ahhoz, hogy mind magyarok, mind horvátok együttműködve, összefogva azokat az infrastruktúrás hálózatot létre tudjuk hozni, amely ezt az elszigeteltséget majd néhány évtized múlva végletesen megszünteti. A határnyitás a magyarországi horvátok számára is rendkívül fontos, fogalmazott Gugán Iván, a Magyarországi Horvátok Országos Önkormányzatának elnöke. Most már gyakorlatilag minden fizikai akadály elhárult ahhoz, hogy még jobb legyen az együttműködés az ország és a magyarországi horvátok között. Azt gondolom, hogy ez főleg a határmenti településen élőket érinti, és az ő együttműködésük kulturális, de azt gondolom, hogy erre a régióra ráfér a gazdasági együttműködés is, és 2023. januárjától ez intenzívebb lesz, és azt gondolom, hogy ez mind a két ország és mind a két nép számára csak előnyös lehet. Az Európai Bizottság tavaly október közepén állapította meg, hogy Horvátország készen áll arra, hogy teljes jogú tagjává váljon a határok nélküli szabad uniós mozgást biztosító Schengeni övezet. Ennek egyértelmű emberi, szellemi értéke van, de van nagyon fontos gazdasági értéke is, hiszen ahogy Magyarország déli része, vagy Horvátország északi része, ahol a horvátországi magyarság él, egy olyan körülményt teremtünk, hogy ez az eddigi bezártság ez megnyíl, főleg azzal, hogy abban bízunk, hogy a következő másfél évben ez a sokat várt 5 perces folyosót is be tudjuk végre fejezni, tehát hogy Eszék és Budapest között is zökkenőmentes legyen az átjárás. Horvátország Schengeni övezetbe belépésével a horvát-magyar határon 15, a horvát-szlovén határon pedig 58 átkelő helyen szűnt meg az el. Ismét örökbeadhatjuk földlabdás fenyőinket Pécsett. Aki ilyen fát választott karácsonyra és nem tudja hová ültetni, leadhatja a növényt. Egész januárban várják a felajánlásokat, az így módon összegyűjtött fák pedig a városi csemetekertbe kerülnek tavaszig, majd Pécs zöld területein kapnak helyet. Műfenyő, vágott vagy földlabdás. Ilyen fák közül válogathatunk karácsony előtt. Az élő növényt még mindig sokan választják. Pécsen már 2 éve biztosította lehetőség arra, hogy a földlabdás fenyőket kvázi örökbe fogadják. A Baranyai megye székhelyen működő városi kertészet így próbálta meghozni a kedvet ahhoz, hogy továbbra is az élő fenyőt válasszák a legtöbben. A földlabdás fának számtalan előnye van, kezdve azzal, hogy friss levegőt termel a környezetünkben, hozzájárul a városi faállomány gyarapításához, és emellett évről évre megcsodálhatjuk, hogyan cseperedik a tűlevelű. Mindez persze csak akkor igaz, ha az ünnepek után a fenyőt kiültetjük a kertbe, és foglalkozunk vele a későbbiekben is. Ez azonban 2 problémát is felvet. Mi van, ha földlabdás fát szeretnénk, de nincsen olyan terület, ahová elültethetnénk, vagy ha kert van is, de időnk és energiánk nincs a gondozásra. Éppen ezért 2023. január 1-e
és 31-e között a Siklósi út 52 szám alatt a nap 24 órájában várják a karácsonyi díszektől lecsupaszított földlabdás fenyőket. Az így módon összegyűjtött fák a Tüskés-Rizi úton található városi csemetekertbe kerülnek tavaszig, majd a szakszerű gondozás után Pécs valamelyik zöld felületén találnak otthonra, ezzel is hozzájárulva a város közterületeinek díszítéséhez és a levegő minőség javításához. A karácsonyfáktól hagyományosan január 6-án vízkereszt napján válnak meg az emberek. Aki nem földlabdás növényt vásárolt, az a hamarosan induló karácsonyfa gyűjtőjáratra is számíthat. A világhírű száztagú cigányzenekar mára-már hagyománnyá vált ünnepi koncertje idén több év kényszerszünet után újra visszatért Pécsre. A Hungarikum és Magyar Örökség díjas társulat 50 fős zenekara nagyszabású két felvonásos koncertet adott a Pécsi Kodály Központ hangversenytermében. A pandémia miatt több évet volt kénytelen kihagyni a koncertezésből a száztagú cigányzenekar. A pécsi látogatások nagy attrakciónak számít, hiszen amióta a Kodály Központ megépült, minden évben tiszteletüket tették a pécsi közönség előtt. Mostanra újra beindultak a külföldi turnék, hazai fellépések. Várjuk a továbbiakban, hogy milyen lehetőségek vannak. Januárban lesz egy felvidéki koncertünk, aztán egy budapesti koncertünk, ismét megyünk felvidékre, Pozsonyba, aztán Erdélybe megyünk, Párciumba megyünk, Szatmárnémetibe, Nagykárolyba. Úgyhogy most azt mondom, hogy érezzük már magunkon azt, hogy valami elkezdődött. Repertoárjukban közkedvelt klasszikusok dallamai, virtuóz cigányzene és népzenei művek csendültek fel, többnyire magyar zeneszerzőktől vagy magyar és cigányzenei motivumokkal ellátott külföldi szerzőktől adtak elő dalokat. A végén igazi tüzes magyar csárdást játszottak tele improvizációval. Elnökük üzenete minden ember számára, a jövő élet illetően pedig így hangzott. A pécsieknek, a magyaroknak, az európaiaknak és a világnak. Az, hogy legyen szeretet a szívükbe, elsőnek is Istent helyezzék a szívükbe, és hogyha van hitük, és hogyha hittel állnak az Úr elé, akkor megadja nekik a szívük kívánságát az Isten dicsőségével. Úgyhogy mindig csak Istenbe higgyetek, mert Isten munkája ellen senki nem tud jönni. A zenekar Lendvai Csócsi József sokszorosan kitüntetett főprímás vezetésével érkezett Pécsre. A Hungarikum és Magyar Örökség díjas társulat jelenleg 50 fő zenekara nagyszabású feledhetetlen élmény nyújtott a lelkes közönségnek a két felvonásos koncert keretében a száztagúra jellemző virtuózitással. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. 300-an köszöntötték együtt az új évet a Babits Mihály Kulturális Központban. Eseménydús januárra készülnek az intézményben. Tűzesetek szilveszterkor, a tűzi játékok okoztak bajt Tolna megyében. Sporttal búcsúztatták az új évet, már hagyomány Bonyhádon a december végig közös futás. Járókelőket kérdeztünk 2023-ról, a legtöbben egészségre és békére vágynak. Kedden egy gyenge hidegfront érkezik, jelentős eső azonban nem várható, enyhe marad az idő. Éjszaka vékonyodik, csökken a felhőzet észak felől, azonban előfordulhatnak ködös területek is. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!